Ma adták át a térségi kertészet és élelmiszeripari kiállítás díjait. Idén 14-en mutatkoztak be a térségi települések legnagyobb seregszemléjén. Vendégem pedig Hamzáné lakó Judit, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkára. Üdvözlöm, hogyan sikerült az idei kiállítás? Egy fantasztikus kiállításon vagyunk túl. 14 önkormányzat mutatkozott be itt Kecskemét város főterén, egészen Tiszakécskétől Lajos Mizséig. Tehát nagyon-nagyon sokat készültek a települések erre a kiállításra, mind kertészet és élelmiszeripari termékekkel, helyi termékekkel, őstermelők mutatkoztak be, sok kóstolót tartottak, de még Helvécia település egy babgulyást is kóstoltatott itt, tehát azt gondolom, hogy kedvet csináltak itt a kecskeméti lakosságnak a helyi ízekhez, és nagyon sok kézműves bemutatkozást láthattunk, és minden nap megtelt a főtér itt nálunk, 4 órától este 8-ig voltak a programok, nagyon jól éreztük magunkat. És hát nagyon sokáig lehet méltatni ezen településeket idén is, de nézzük, hogy kik lettek a díjazottak. A 10 főből álló szakmai zsűri díjazta ezt a nívós kiállításunkat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara külön díját Nyár-Lőrinc község önkormányzata nyerte, az Agrárminisztérium a helyettes államtitkárságának díját Helvécia nagyközség önkormányzata nyerte, és a Kecskemét város nagy díját Tiszakécske város nyerte, és a közönségdíjat pedig Kerekegyháza. Hamzáné lakó Juditnak köszönöm szépen, én pedig át is fordulok következő vendégemhez, dr. Salacz László országgyűlési képviselőhöz, hiszen számos az ő választók kerületéhez tartozó település is bemutatkozott idén a kiállításon. Üdvözlöm, miért lehet fontos, hasznos egy ilyen platform a települések számára, mint ez a kecskeméti? Kecskemét és a környékbeli települések ezer szállal kötődnek egymáshoz. Ide járnak a környékbeli települések lakói dolgozni, iskolába, és természetesen a lakosság csere is már megvalósult. Eddig egyirányú volt, Kecskemét felé költöztek inkább befelé, most már Kecskemétről is sokan költöznek ki a környékbeli településekre. Nagyon fontos, hogy ezek a települések ne váljanak alvó településé, minden településnek legyen meg az identitása, legyen meg az a különlegesség, ami miatt fel lehet nézni rá. És úgy érzem, hogy ez a kiállítás, ez kiváló alkalmat biztosított arra, hogy ezek a települések meg tudják mutatni önmagukat. Milyen értékekkel bírnak ezek a települések? Főként a mezőgazdasági értékek, a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek a kiemelkedőek ezeken a településeken. Hogy más nem mondjak, például nekem legjobban ízlett a Lajos Mizsei eper szörp, ami 100%-os természetes anyagokból készült és nagyon finom. Dr. Salacz Lászlónak köszönöm szépen, én pedig a Kecskeméti Médiacentrum nevében gratulálok minden díjazottnak.